Tánccsoportok fellépésével vette kezdetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház ünnepi rendezvénye. Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt ünnepelték, hogy 15 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, a sváb közösség azóta már központi helyszínévé vált tájház. Gerber Ferenc, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a programra látogatókat. Hogy 2006-ban Wagner Lacinak jött egy ötlete, hogy igenis kellene ide egy tájház. És hát most az élet bebizonyítja, hogy ez mennyire jó ötlet volt. Ő akkor megkeresett 4 hasonló gondolkozású embert, és hát összehoztuk ezt a tájházat. Azt mondom, hogy ez nem ment könnyen, nagyon lelkesek voltunk, de a szaktudásunk igazából nem volt meg hozzá. Lelkesek voltunk, de nem tudtuk, hogy mit kéne tenni. Szerencsére annyi eszünk volt, hogy kértünk hozzá segítséget. Dr. Vas Erika, a Szentendrei Skanzennek a muzeológusa átvette a mi kis csapatunknak az irányítását. Ő bevetette magát Dunaharaszti Alsófalunak a svábságába, és végig 2 hónapon keresztül minden nap beszélgetett velük, hogy nézett ki egy ház annak idején. Mindenről adatot gyűjtött, és nekünk az volt a feladatunk, hogy amiket ő mondott, azt mi végrehajtsuk. Én azt mondhatom, hogy talán életünk egyik legkalandosabb éve volt, újraértük a gyerekkorunkat, hiszen kincseket kerestünk, bejártuk itt a környező házaknak a pincéjét, padlását. 2007-ben sikerült megnyitni a tájházat, ami olyan jó lett, hogy 2009-ben elértük az év tájháza díjat, ami több tájháznak sikerült, viszont német nemzetiségi tájházként elsőnek mi értük el ezt, ezért nagyon büszkék vagyunk erre. A rendezvényen köszönthettük és beszédet mondott Páncél Károly országgyűlési képviselő és dr. Szalai László polgármester. Legyenek büszkék, nagyon büszkék legyenek a népviseletükre, a nyelvükre, a zenéjükre, a gasztronómiájukra, a hagyományaikra, a szokásaikra. A nemzeti büszkeség az Magyarországon nem egy elítélendő dolog, mint a Nyugat-Európa sok részén. Mi büszkék vagyunk az itt élő, a velünk élő nemzetiségekre. Tartsák meg a hagyományaikat, a kultúrájukat, a nyelvüket, a szokásaikat, mert egy nagyon-nagyon fontos érték és kincs. Éppen ezért ma Magyarországon, a szomszédos államokkal ellentétben, a Magyarországon élő nemzetiségek, államalkotó tényezők, testvéreink itt ezen a közös szülőföldön. 15 évvel ezelőtt, amikor megalakult ez a tájház, gyakorlatilag az egész német nemzetiségű közösség kicsit felbojdult. Mindenki egy picit hozzá akart tenni a dologhoz. Kicsit göröngyös volt ez a 15 év a tájház életében is, de az önkormányzat mindig ott volt, és ott is fogunk lenni mindig, hogy segítsük a Heimatland Haraszt és a tájháznak az életét is. Mára a tájház gyakorlatilag egybefort a német nemzetiségű önkormányzattal. Az önkormányzat szerezte meg a tulajdonjogát az épületnek, ezt azért tettük meg, hogy nehogy elvesszen, tehát megtartottuk ezt az épületet, és azonnal visszaadtuk azoknak, akik ezt létrehozták, hogy ugyanazt a szellemiséget, ugyanazt az erőt, ugyanazt a kultúrát tovább tudják vinni, hiszen ez az ő dolguk, és nincs olyan, aki ezt náluk jobban tudná működtetni. Azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy a tájház, így egybeforva a német nemzetiség önkormányzattal, a svábságnak az összefogását, az összetartozását, és ne a széthúzását szimbolizálja. Gerber Ferenc a Kisduna TV számára adott interjúban a tájház 15 évének jelentőségét emelte ki. A 15 évből talán én azt tartanám legjelentősebbnek, ugye, hogy a teljes lakosság látja, hogy Dunaharaszti kezd átalakulni. Ugye házakat lebontanak, teljesen újak épülnek a helyébe, teljesen más stílusban, és talán a tájház itt most megőrizte azt a régi svábságot, ami régen volt. Régen az összes ház ugyanígy nézett ki, a Zöldfa utcába, de a teljes Alsófaluba. Most, hogyha végigmegyünk, már alig találunk egy-két ilyen házat. Nagyon örülök, mikor látok olyanokat, hogy régi parasztházat úgy újítanak fel, hogy faablak, muskátja az ablakba, és egyébként gyönyörű kis házak lesznek, szerintem sokkal szebbek, mint ezek a modern, nem tudom milyen stílusú házak. Nekem nagyon tetszik. Ami nagyon nem, mikor egy ilyen svábházban műanyag nyílászáró kerül be. Én megértem, hogy praktikus, meg minden, de talán annyira tájidegen. És azt kell mondjam, hogy ez a tájház tényleg az utolsó pillanatban készült el.
Akkor, mikor mi még ezt elkezdtük gyűjteni, akkor találtunk a házaknál olyan eredeti bútorokat, amit nem kellett felújítani, vagy felújítani kellett, de nem kellett újakat készíteni, hanem minden eredeti, tényleg itt minden 80-100 éves bútor, ha valaki ide bejön, sőt, nagyon sokszor jönnek német turisták, és nem hiszik el, hogy itt minden eredeti, itt semmi nem az, hogy most utána gyártottuk. Ezt még például az utolsó pillanatban, mert ami házak most lebomlanak, azokból a bútorok ugyanúgy mennek ki a konténerbe, vagy tűzifának, és hát azért nagyon kár lett volna ezt a kultúrát nem bemutatni az utókornak, mert csak nézzünk meg egy széket, hogy mennyire más, mint egy mai szék. Ha megnézzük az ülőkéjét, faragott a támlája, sokkal kevesebb gépesítéssel, de sokkal minőségibb munkát. Igaz, lehet, hogy egy szekrét, mikor megrendeltek, az egy év volt, nem két hét alatt készült el, de érdemes bemenni és megnézni, ilyen tájháznál készült bútort, minden fából van faragva, kézi munka, csodálatos. Nagyon örülök, hogy 15 évvel ezelőtt ez eszünkbe jutott, és ezt meg tudjuk mutatni, és bízom benne, hogy még nagyon sok ideig ezt láthatjuk. Mit nyújtott a tájház ez alatt, a 15 év alatt akár a sváb közönségnek, vagy pedig Dunaharasztinak? Én úgy gondolom, hogy mikor a megnyitó volt, akkor egy óriási összefogás volt. Ugye, mint minden sváb településen van egy kis széthúzás mindig, és mikor megkérdezik, hogy miért haragszol rá, nem tudom, de már a nagyapám is haragudott. És talán ezt egy picit a tájház áthidalta. Itt is voltak ugye a kezdetben, azt mondom, súrlódások, de talán most 15 év után elmondhatom, hogy talán ez nincs, mindenki részt vesz a tájház rendezvényein, és pontosan erre van szükségünk, mert régen ugye meg lehetett ezt engedni, Dunaharasztin csak svábok laktak, de most már nem vagyunk többségben, most már igenis össze kell fogni, és az, hogy a mi hagyományunk, kultúránk fönnmaradjon, erre van szükség. Én azt hiszem, hogy a tájház egy ilyen kis központ nekünk, ahol újra olyan, mintha hazatérnénk, legalábbis én így érzem. Mi minden várja ma az ünneplőket? Hát ma nagyon jó, a Harasztár Dorfmuzik is a 15 éves évfordulóját ünnepli. Hát ez is egy óriási dolog, hogy egy zenekar 15 évig. Nagyon sok CD-t ki tudtunk velük adni, aki után akar nézni, tényleg meg lehet ezeket vásárolni, vagy a YouTube-on meg lehet nézni. Illetve Ausztriából érkezik egy zenekar, a Black Aranka, ők fognak most egy 3 órás koncertet adni. Utána lesz DJ Hanzi, majd a Hein McLang zenekar. Szerintem egy nagyon kis vidám este lesz itt ma. Aki eljön, biztos, hogy nem fogja megbánni. Hát annyi, hogy holnap lehet, hogy fáj egy kicsit a buksi. És egy különleges étellel is várták az érdeklődőket. Hát igen, ettől egy kicsit izgultunk. Ilyen még nem volt, hogy ökörsütés itt a Zöldfa utcában. Viszont én megkóstoltam, nagyon finom ez. Be van pácolva már 2 hete, akác füst fölött és a meleg fölött ez forog. Ez nagyon jó, és egy késsütőn késztesül, hogy nagyon puha legyen. Hát kíváncsian várjuk, ugye 7 órától lesz az osztás. Én nagyon fogom nézni az embereknek, ez mennyire fog tetszeni. Egy darab húst egy krumplival és savanyúsággal fogunk kínálni. A köszöntő beszédében azt mondta, hogy egy élő közösséget akartak létrehozni, és ahogy megnézzük, hogy milyen nagy érdeklődés kíséri, ez sikerült is. Hogyan értékeli a hangulatot? Hát én úgy látom, hogy nagyon sokan eljöttek. Eleinte nagyon sok foglalásunk volt, és akkor néztük, hogy alig van szabad asztal, és ez annyira örültünk neki, hogy viszont még jöttek az emberek, jöttek, és ez mindig nagy öröm egy rendezvényszervezőnek, mikor sokan érdeklődnek a programja iránt. Én nagyon örülök, hogy ez a tájház tényleg valóban egy élő tájház. Ugye nagyon sokszor a Kis Duna TV itt van és forgat, tényleg sok rendezvényünk van. És akkor van értelme egy ilyen háznak, mikor megmutathatjuk a gyerekeknek, a közönségnek. Mert tényleg hiába van egy gyönyörű szép tájház, ami úgy van megcsinálva, vagy elő van írva, hogyha nem néz be senki. De ezt mi tényleg nagyon büszkén állíthatjuk, hogy mirán kíváncsiak az emberek, és hát remélem, hogy továbbra is ez így lesz. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntő beszédében a jövő felé is tekintett. Most kezdődik igazából a mi feladatunk, mert hát nagyon sok idős már nincs velünk, akiktől mi tanultuk a nótákat, a dalokat, azt, hogy hogyan kell táncolni. Most ez a feladat, ez most mi ránk hárult. Mi nagyon hálásak vagyunk, mert minden évben új kisgyerekek jönnek, hogy itt is szétnézünk, csodásabbnál csodásabb fiatalok érkeznek hozzánk, akik nyitottak a mi kultúránkra, mi hagyományunkra, és igenis a mi feladatunk a nemzetiséggel foglalkozóknak, óvodapedagógusoknak, iskolapedagógusoknak, és önöknek, szülőknek, nagyszülőknek, hogy a gyerekeknek, akik nyitottak, még tényleg érdekli őket, hogy átadjuk ezt a tudást, és minél tovább életben tudjuk tartani. A legnagyobb vágyam az, hogy az előbbi táncolókból jöjjön ki egy olyan generáció,
aki 15 év múlva, amikor 30 éves lesz a tájház, mi ott lent ülünk egy pohár borral, nézzük őket, hogy ugyanezzel az alázattal, tisztelettel és lelkesedéssel csinálják, hogy mi kezdtük annak idején. És akkor büszkék lehetünk, hátradőlhetünk, hogy igen, megérte, ezért csináltuk. Köszönöm szépen. Magazin műsorunkban részesei lehetnek a szintén 15 éves Haraster Dorf Muzik koncertjének, amelyen meglepetésként országgyűlési képviselőnk, valamint Taksony és városunk polgármestere is karmesteri pálcát ragadott.